a fej nélküli lovas legendája. A jól bevált fogás mindig a régi jól bevált mozgás. Ez sose fog megváltozni. Akkor most játszunk, vagy mi lesz? Hagyd majd vacsorát, uram. Ma este kiváló őrült combunk van. Talán egy korsó sör is lecsúszik mellé. Köszönöm, asszonyom. Hé, mi áradban, mister? Maga is rajzolni fog erre felé, mint a fiatal Linár? Nem, uram. Utinaplót vezetek a vándorlásaimról. Az idő alkalmasnak tűnik, hogy bepótoljam a lemaradást. Már is hozom a vacsoráját, uram. Köszönöm. Nos, ha békében szeretne vacsorázni, csak szóljon. Dehogy. Örülök a társaságnak. Azt mondja, napló. Hallottátok, fiúk, utinaplót vezet. Ne vegy ez okon, de mi az az utinapló? Egyáltalán nem veszem zokon. Ide jegyzek föl minden történetet, amit az emberektől hallok. Oh. Hallottátok ezt? Történeteket akar. A legjobb helyre érkezett. Valóban? Ez a viharos szél végül is jó helyre fújt. Ez a szél a Tappanzé melletti álmos völgybe fújta. Álmos völgy. Eléggé csöndes hely lehet. Az itt letelepedett jó holland fölművelők itt múlatták az időt piacnapokon. Egy korsó sör és egy pipa társaságában, történeteket mesélve. Innen és kapta a város a nevét. Kezd majd ezekkel a történetekkel. Többet, mint gondolná, uram. Minden vágyam, hogy egy napon könyvet adjak ki belőlük. Könyvet? Köszönöm, jó asszony. Szívesen, uram. Ha megengedi, a maga helyében meggondolnám, leírjam-e mindazt, amit ezek mesélnek. Miért akar könyvet írni? A régi történeteket a legjobb élőszóban elmesélni, ahogy azt hallottuk. Jó a kérdés, uram. A háború óta eltelt 50 év, vagy még több is. Ha nem írjuk le őket, az emberek hamarosan elfelejtik az akkor mesélt történeteket. Van benne valami. Ha mi már nem leszünk, ki fog itt meséket mondani? Én már úgysem emlékszem mindenre. Szívesen maradok, hogy meghallgassam a történeteket, amelyekre még emlékeznek. Apám is azok között volt, akik itt álmos völgyben fölakasztották a tulipánfára André őrnagyot. Nagyon is jól emlékszem rá. Úgy tett, mint a angol kém lett volna, akit maga Washington tábornak küldött személyesen. Nos, uram, az apám a saját szemével látta, hogy angol tiszti bakancsot viselt. Persze jól átkutatták a zsebeit, és megtalálták a levelet, amit maga az árló írt, Benedikt Arnold. Elég az hozzá, uram, hogy a nagy tulipánfa alá kergették, és szépen fölakasztották rá. Érdekli a történet? Szeretném hallani. Éppen most hallotta. Kiváló történet, valóban, köszönöm. Nem tulipánfa volt, hanem ősi tölgy. És te honnan tudod? A te apád nem volt ott, nem de? Ó, nem, nem volt ott. De én ott voltam. Még nem voltam 17, 76 őszén történt. Amíg én meséltem, igaz történet volt. De most, hogy belebeszéltél, már csak mendemonda essen beléd a nyavaja. Szívesen adok egy lapot a naplomból, ha megmutatja, mit rajzolt ez idő alatt a gyűrött papírra.
És ki lenne ez? Ez itt nem más, mint Mr. Ichabod Crane. Á, nem is lehetne más. Igen, ez ő. Mint ha csak Linert személyesen látta volna őt. Úgy tűnik, Linert szerint van egy történet erről a Mr. Crane-ről. Ó, hogyne, persze, hogy van. És ezt én fogom elmesélni. Ti meghallgattok, mert ti csak reszketőkezű öreg emberek vagytok. Akár láttátok őt, akár nem. Ichabod Crane az egyetlen férfi a világon, aki kétszer is látta a fej nélküli lovast az álmosvölgyben. Úgy van. Na hát, ez kiváló történetnek tűnik. 91 tavaszán bukkant fönn álmosvölgy poros útján. Egy enki Connecticutból. Legalábbis ezt mondta. Iskolamesteri munkát keresett, vagy valami hasonlót. Olyan kedvesek és útba igazítanának engem Mr. Hans van Ripper házához. Tessék, most már mehetsz. Roma legerősebb a világ. És mi dolga vele, idegen? A folyó felső folyásánál úgy tájékoztatott egy úriember, hogy álmosvölgy iskolája tanítót keres. Úgy tudom, hogy Mr. van Ripper az iskola gondnoka. Ki nevethet, fiatalember? De nálamnál jobb jelöltet nem találnak. Nem magán nevettem, barátom. Csak azon, hogy itt bárki állást keresne. Ha valaki, akkor maga megfelelő embernek tűnik. Nem, de fiúk? Negyed mérföldnyire innen van egy kis ösvény. Aki tud olvasni, táblát is talál. Az áll rajta, hogy Van Ripper Farm. Adj még belőle, Will. Meleg napunk van. Mondhatom, ön most bizonyára a vidék híres holland sörének remek ízét élvezi. Errefelé bizony ez a legjobb sör. Bízhatok benne, hogy megelőlegezi egy korsónak az árát. Boldogan visszafizetem majd a kölcsönt, amint megkaptam az első fizetésemet. Ó, persze, örömmel. De nem szeretném az ördög lehelletével útjára bocsátani. Az öreg Van Ripper nem szívleli azt, ki élvezi az élet örömeit, ha érti, mire gondol. Köszönöm a bölcs tanácsot, fiatalember, de egy korsó hűsört így forró napon biztosan nem venne zokon. Parancsoljon, uram. De én a maga helyében nem időznék sokat. Az est leszállta után nem tanácsos álmosvölgy útjait járni. Mindenféle szellemek és gnómok járják ezt az erdőt. Ó, igen, a helyi lidércek. Nem ez az első település, ahol ilyen oktalan babonákkal fogadnak. Aztán általában kiderül, hogy csak a helyiek látnak kísértetet. Meg lehet. De maga még nem járt álmos völgyben. A
kétségtelen. Akkor most figyelmeztetett. Ó, köszönöm a vendéglátást. Türelmetlenül várom a napot, amikor visszafizethetem. Micsoda öntelt alak, ugye, fiúk? Igen. Elnézést, uram! Ön Hanson Ripper Álmosvölgy iskolájának gondnoka? Magát a kormány küldte? Ikebot Crane vagyok, uram. A Connecticuti Hartfordban születtem, iskolamesteri állást keresek. Egy Yankee? Mi szél hozta erre? Amint említettem, uram, nehezen megszerzett tudásomat ajánlom föl az itteni fiatal elmék pallírozására. Tehát tud írni, olvasni? Úgy van, uram. Nézze, itt van Mr. Noah Webster kiejtéstanja és az aritmetika alapjai. És a skót énekes és kántorkönyv a felbecsülhetetlen Mr. Thomas Sternhold zsoltárjaival. És végül az én legbecsesebb tulajdonom, Cotton Mather tiszteletes, új Anglia mágiájának története. Biztosíthatom, uram, hogy mind a négy kötetet elolvastam elejétől végéig. Tud összeadni? Tudok. Ismerem a szorzótáblát, az osztás titkait és Pitagorász geometriájának tételeit. Egy Yankeet alkalmazzak? Akkor ez az ön szerencsés napja, uram, mert ha történetesen nem szeretném rajongásig a vidéki életet, még most is a Harvard Egyetem hittudományi karán koptatnám a padot. Na se. Senki más nem jelentkezett, úgyhogy magáé az állás. Na. Havi 2 shilling a bére, szállás és ellátás. Felváltva látják majd vendégül a farmerek, akiknek gyerekük tanul az iskolában. Uram, ha megengedi, ez alamizsna egy magamfajta tanult és híres embernek. Na, fel is út, le is út. Nekem aztán édes mindegy, hogy van-e iskolamesterünk, vagy nincs. De Mr. Van Ripper, ön az iskola gondnoka. Elég baj, hogy az iskola épület az én legelőmön fekszik. Különben nem vesztegetném magára az időt. Ma este itt ér nyugovóra, amíg az ügye rendeződik. Nem lesz nehéz elaludnia, mert a környéken mindenki alszik. Istenem! Uram, fordítsd felém kegyes orcádat! Mentsd meg szolgádat a kegyetlen kintól! Oly gyötrelmes a szenvedésem, hogy riadtamban remegek. És egész éjszaka megbánásom könnyeit fogom hullatni. Reggelt. Mit csinálod? Fölkészülök az ördög Manói és Lidércei ellen.
Az erdő számtalan ilyen, és ennél szokatlanabb erő otthona. Na, ne mondja. De felesleges aggódnia. Captain Mather tiszteletesnek hála. Eleget tudok ahhoz, hogy távol tartsam a gonoszt. Aha. Nos, ó. Akkor bejárom a völgyet, és szólok mindenkinek, hogy megnyílt az iskola. Örömmel várom, hogy megismerjem kis tanítványaimat. Azt mondtam, szólok nekik, de mivel több mint egy éve nem volt iskolamesterünk, gondolom rájöttek, hogy iskola nélkül is jól megvannak. Nos, kedves tanítványok, én leszek a tanítótok. Kötelességem belétek nevelni a tanulás szeretetét, a kemény munkáit, a jámbor fegyelemét, a hazájét és Istenét. Mély meggyőződésem, hogy aki a vesszőt kíméli, az a fiát nem szereti. Kérdés, tudja-e valaki, hogy mit jelent ez? Nagyon jó. Akkor kezdjük a kiejtéssel. Miért kell megtanulnunk helyesen kiejteni azt, amit leírunk? Olvasom, hogy miként magyarázza a nagy tudós. Amerika egységes és tiszta nyelvezete érdekében, hogy szétromboljuk a vidéki előítéleteket, melyek a tájszólás bőséges különbségeiben rejlenek és kölcsönös nevetségességet szülnek. Ki tudja megmondani, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a megfelelő írás és kiejtés elsajátításával senki nem nevet ki titeket, ha elutaztok álmosvölgyből. Világos? Igen, Ernest. Ha nem akarjuk elhagyni álmosvölgyet, akkor nem is kéne iskolába járnunk. Gyerekek, nézzétek, Mr. Crane milyen szépen eszik. Remélem, tanultok a példájából. Igen, anya. Kitűnő alakom a Mrs. Van Ecke. Ön igazán hozzáértő háziasszony, ha megengedi. Ön túloz, Mr. Crane. De nem fog vadonatúj dolgokat tanítani, ugye? Nem hiszek az újdonságokban. Ó, nem, uram. Csak a régi tudomány legjavát oktatom. Még mindig a régi a legjobb. Amit különösen nem kedvelek, az az új adórendszer. Nem, ne gondolja, hogy megtanítom a gyerekeket arra, hogyan adózzanak Mr. Van Ecke. Emiatt nem kell aggódnia. És Ernestet se tanítsa meg számolni 20-nál többre. Csak ennyi tyúk fér a ketrecünkbe. Ó, igen. Igyekszem észben tartani Mr. Van Ecke. Nem kell felfalni a heti kosztját egy ültő helyében. Jace, hadd költs el Mr. Kane nyugalomban a vacsoráját. Nem akartam megsérteni. Csak nem szeretném, ha már az első este lepattannának a gombjai. Olivier! Ne, nekem dolgom van. Bocsássa meg férjem vidéki stílusát, Mr. Crane. Nem történt semmi, Mrs. Van Ecke. A vidéki embernek nincs módjában megérteni, milyen farkas étvágyad okoz a szellemi munka. Hát persze. Talán indulnom kellene, mielőtt túl sötét lesz. Ó, egek. Sötétben akar visszamenni. Ó, miattam ne aggódjon, Mrs. Van Ecke. Captain Mather tiszteletes útmutatásainak hála. Nem tartok a sötétség ördögi szellemeitől. Kímélt meg életem, rettentő lény. Nem akartalak zavarni. Ne dobj az árokba, könyörögbe kérlek. Menj már, te ostoba tehén! Remélem, legközelebb már a tányéron látlak.
Nagyszerű volt. Viszlát. Nagyon kedves. Igen, kicsi. Igen, köszönöm. Viszlát. Minden jót. Ó, oh, micsoda kiváló. Mi se volt. Van der Veen tiszteletes. Az úré a dicsőség, Mr. Crane. Légtére is az ő igéje inspirálja szerény személyemet. Igen, valóban. Önt és kiváló templomát nem érheti bírálat, csak egy. Bár ez nem az ön hibája. És mi lenne az? Ó, nincs énekhagjuk. Nem szeretnék büszkélkedni az enyémmel, de szívesen állok az úr dicsőséges szolgálatába, ha ön megengedi. Mire gondol egészen pontosan, Mr. Crane? Nos, örömmel vállalnám egy templomi kórus szakszerű betanítását. Az ön áldásával persze. Értem. Önnek felettébb erős hangja van, Mr. Crane, de... Oh, mit szól hozzá, tiszteletes úr? Megkaphatom áldását-e vállalkozásra? Nos... Csodájára járnak majd. Az emberek csodájára járnak. Igen, de... Tudom, mi aggasztja. Végül is szegény az ön plébániája. De örömmel csökkentem általános díjszabásomat e hivatásos énekórákon fejenként egy shillingre. Hetente kétszer. Mi az? Takilni kell. Jövök. Kérem, bocsásson meg. Menjünk. Nem láttam. Igen, kicsim. Bocsássák meg tolakodásomat, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem Ichabod Crane. Az álmosvölgyi tanító vagyok. És Van der Veen tiszteletes kedves meghívására... A város templomi kórusának vezetője. Üdvözlöm, Mr. Crane. Engedje meg, hogy bemutassam a férjemet, Baltus van Tasselt. Nagyon örülök, uram. A hangjától a holtak is felébrednek. Meglep, hogy őseink nem keltek föl sírjaikból, hogy megnézzék, mi ez a lárma. Mit mondhatnék? Ez a tehetség, kedves van Tassel. De én nyomába sem érhetek van Tassel asszony és kedves lánya gyönyörű énekhangjának. Ha eljárnának a zsoltárórákra... A büszkeségeink lennének. Ó, Mr. Crane, valóban úgy gondolja, hogy mi ketten énekelhetnénk az egész gyülekezet előtt? Önök természet adta angyali hangon énekelnek, van Tassel asszony. Jóságos ég, Baltus, hallottad Nem is ezt? Tudom, mit hallok pontosan. Örömmel eljárok a zsoltáróráira, Mr. Crane, és mindent megteszek, hogy kórusának dicsőségére. Ez nagyszerű, asszonyom. És a lányuk? Ő mindig a saját feje után megy. Csökönyös, mint egy összvér. Pont, mint az apja. Katrina, indulunk! Apám szólít. Katrina, drágám, bemutatom Ichabod Crane urat, az új iskolamesterünket. Boldog vagyok, hogy megismerhetem. Van Tassel, kisasszony. Katrina van Tassel. Ő volt a legszebb lány, akit valaha is láttam. És a leggazdagabb. Álmos völgyben nem volt olyan férfi, aki ne adta volna el a lelkét az ördögnek a tündéri Katrináért. Még nem felbukkant Ichabod Crane. Ránézésre meg nem mondtuk volna. Ki gondolta volna, hogy összeteri a szíveket? Brom Bones biztosan nem gondolta. To wicked man his ear, nor led his life as sinners do. Nor sat in scorner's chair, but in the law of God the Lord doth set his whole delight, and in the same doth exercise himself both day and night.
fel ez a motel. Annyira sajnálom, hogy Katrina nem jöhetett el. A Dobbs Landingre ment a holnapi kupa verseny miatt. Tudja, városunk bajnokának, Mr. Abraham Van Bruntnak szurkolhatunk. Ó, megkönnyebbülve hallom. Már azt gondoltam, hogy Angyali koloratúrájának nem felel meg a mi kórusunk. Hogy miének? Ó, orosz kifejezése ez, a több élénk színnel bíró énekhangnak. Ha úgy tetszik, mint József kabátja Egyiptom földjén, operában is megállna a helyét. Már a hangja nem a kabát. Édes Istenem, el sem hiszem, hogy ilyen tanult úriember érkezett a mi álmos völgyünkbe. Miért nem vacsorázik velünk holnap este, kedves Mr. Crane? Megtiszteltetés. Várjon csak, amíg elmondom Katrinának, hogy színekben énekel. Jó éjszakát, Mr. Crane! Jöjjön már közelem. Nemrég beszéltem valakivel, akit a Sing Singből ismerek. Tadeusz Kinkel. Az ellenfelem lesz. Ó, igen. Ismerem Tadeuszt. Mi van vele? Ő mondta, hogy egy hét múlva Ohio-ba indul. Bro, azt hittem, ezt már megbeszéltük egyszer. Katrina, egy évvel fiatalabb nálam. Nálam ifjabbak is vagyont szereztek már a nyugati állattenyésztésből. Hihetetlen, mire képes ott egy férfi, ha erős a karja. És jó felesége van. Brom, kérlek, tudod mi erről a véleményem? Miért hozod mindig elő? És az én véleményem? Elmegy a szerencse mellettem. Ilyen csak egyszer adódik az életben. De nem mehetek veled. Nem fogok. Nem értelek, Katrina. Azt hittem, többet akarsz az élettől, mint álmos völgy. Többet akarok. Nem kevesebbet. Látni akarom a civilizált világot, nem ezt a primitív vadont. Amsterdamba akarok menni. Koncertekre járni, látni a divatot, a nagy múzeumokat. Aztán haza akarok jönni. A szüleim gyönyörű farmjára, amelyet egész életükben építettek. Brom, én vagyok az egyetlen örökösük. Nem fordíthatok hátat nekik. Miért kell Ohio-ba menned, hogy vagyont szerez? Talán nem elég neked apám vagyona? Sajátot akarok, Katrina. Nem kell nekem apád vagyona. Saját vagyont szerzek. Mesésebbet, mint amiről valaha álmos völgyben álmodtak. Ha szeretnél, nem mondanál ilyet. Nem húznál le magaddal engem is a szolgaságba. Hiszen szeretlek, és erről beszélek. Ez egy gyönyörű ország. A szabadság földje. És arra vár, hogy mi férfiak kiaknázzuk. Kérlek, vigyél ki a partra. Nézd, Katrina! A lovam és én nyertük el a kupát. Neked adom. Nem lenne helyén való ilyen ajándékot elfogadni egy baráttól. Nem gondolja, Van der Wien tiszteletes? Tessék? De gondolom. Ez is, ugye? Igen, igen. Akkor nagyon értékes. Az jelezne valamit, ugye, kedves? Igen, valóban. Egy ezüst ajándék sokat jelent. A barátok nem adnak egymásnak ilyen ajándékot. És csak egy lóverseny kupája. Akkor talán add inkább a lovadnak. Hmm.
Jó napot! Maguknak is jó napot! Folytassák! Katrina! Katrina! Megjöttem! De Mr. Crane, milyen korán jött? A pontosság ugyan aprócska erény, de mégiscsak erény. Az ember sosem lehet elég erényes. Ezért a pontosság erősíti az időben érkezés erényét. Valóban. Istenem, ez eszembe se jutott eddig. Fáradjon be. Jó, hogy nem reggeli közben jelent meg. Lehet, hogy egyenesen a mennyekben kötött volna ki. Ó, Baltusz! Menjünk bejjebb, Mr. Crane. Három kanál van ott, ha nem csal az emlékezetem. Ó, én csak megcsodáltam e mestermunka minőségét. Holland munka, nem de? Ami azt illeti, angol. Egy tiszládájából szereztem egy csatában, amely a háztól alig fél mérföldnyi lezajlott. 74 nyarán. Jobban tette volna, ha egy másik puskát hord magánál, nem ezt a teakészletet. Ez volt az ő bal sorsa is. Az én szerencsém. Kiváló lakom a Mrs. Van Tassel. Ön igazán hozzáértő háziasszony, ha megengedi. Ez csak egyszerű holland étel, Mr. Crane. Biztosan nem olyan, mint amilyenhez ön szokott. Alábecsüli saját magát, kedves Mrs. Van Tassel. Boston legelőkelőbb családjainál étkeztem, de a konyhájuk nem fogható az önéhez. Ó, maga annyira kedves. Biztos vagyok benne, hogy a társalgás sokkal élénkebb és érdekesebb volt. Már korom sötét van odakint, Amelia. Még találkozik a fej nélküli lovassal. Ajaj, hogy elszaladt az idő? Fej nélküli lovas? Baltusz, haza kell vinned a kocsin Mr. Crane-t. Sötétedés után ki nem teszem a lábam. Megyek és lefekszem. Jó éjszakát, uram. És Isten óvja. Töltse nálunk az éjszakát, Mr. Crane. Több szobánk is van. Ha meg nem sértem, asszonyom, árulja el, miről beszélt a férje? A fej nélküli lovas? Uh-huh. Hesseni zsoldos katona volt, aki zaklatja kis városunkat. Azon szörnyű perc óta, hogy megölt. Mindenkit? Attól tartok. Minden itt kezdődött. Pont itt, Álmosvölgyben. Az ütközet teli hold idején zajlott. Sok helyi lakos harcolt ott, és az életükre is megesküdnének, hogy mindez igaz. Megkörnyékezték a hesseni kapitányt, hogy álljon át és vezesse őket az angolok ellen. Egy erszény aranypénzt ígértek neki. Egy angol fregat kötött ki a parton, gyalogsággal a fedélzetén. Álmosvölgyet akarták bevenni. A zsoldos kapitány megszervezte a védelmünket. Ő vezetett minket a megszállók elleni harcban, amikor egy angol kartács eltalálta és leszakította a fejét a válláról. A legenda szerint abban a pillanatban a teli hold vérvörösre változott. Ám a kapitány fej nélküli holtteste egyre csak lovagolt tovább, kivont karddal, egyenesen az angolok vonala felé. Fej nélküli kapitányukkal az élen kiűzték a vörös kabátosokat Álmosvölgyből, és azok sohasem tértek vissza.
Ó, magasságos ég. Lenyűgöző történet. Kiváló iskola példája a helyi legenda mítoszának. Mítosz? Ó, ez egy idegen szó. Egy történetet jelent, amelyben egy bizonyos terület lakosai mélyen hisznek. És tényleg nem fél sötétben hazamenni az álmosvölgyi úton? Dehogy félek. Kicsit sem. Örülök, hogy megismerhettem valakit, aki nem hisz a buta babonákban. És ezt ki ismeri mondani? Tessék? Ó, igen. Persze, hogy nem hiszek. Én sem hiszek bennük, de úgy kell tennem, mintha hinnék. Itt mindenki olyan büszke a kísértetekre, meg a manókra. Nos, e kisvárosokban gyakran csak történeteket mesélve múlik az idő, de biztosíthatom, hogy egy magamfajta tanult ember ilyesmit nem vesz komolyan. Hát, anyám nem mondta el, miért félnek az emberek átmenni az álmosvölgyi úton? Nem, ezt nem mondta. Ez még ostobább dolog, és ő már biztosan fáradt. Nem, egyáltalán nem. Nagyon szeretném megtudni, miért félnek éjjel átmenni az emberek ezen az úton. Az öreg Heinrich Brouwer sem félt a kísértetektől, és önhöz hasonlóan ezt hangoztatta is. Egy éjjel, talán az évnek ebben a szakában lehetett. Manhattanból tartott hazafelé, és a rövidebb utat választotta. Utitársai a hosszabb úton jöttek, mert tartottak a lovastól. De ő legyintett rájuk, és azt mondta, egy órát nyer vele. Sosem ért haza. Az álmosvölgyi út teljes hosszában hallották őt kiabálni, kegyelemért könyörgött. De senki sem mert kimenni. Másnap reggel találták meg, a temetőben. Levágott feje a fej nélküli lovas sírhantyára volt téve, nyakastól. Úgy tűnt, mintha a lovas magának akarta volna az öreg fejét. Elszörnyedt tekintetében, mintha az utolsó pillanatok borzalmai tükröződtek volna. Az arca olyan fehér és vértelen volt, akár egy papírlap. A nyaka pedig megnyúlt, mintha csak fölakasztották volna. Látja? Butaság, ugye? Ó, igen, nagyon nevetséges. Jó éjszakát, Mr. Crane. Valóban, indulnom kellene. Jó ét! Erőt alázatos szolgádnak. Ki nem érdemli a bűnhődést? Legyen áldott neved örökké. Gyönge vagyok ezért. Ó, Uram, irgalmazd nekem. Jóságos ég, szerinted Mr. Crane találkozott a lovassal? Csak remélhetjük. Hogy mondhatsz ilyet? Szegény Mr. Crane! Szegény lovas! Amint drága iskolamesterünk biztos halálra rémíti ezzel a bonyítással. Végre megérkeztünk! Jó estét, Mrs. Van Tassel! Jó estét, Mr. Crane! Fantaszer, kisasszony? Nos, hölgyeim, ha kérhetném, talán kezdjük is. Kinek képzeli magát? Úgy tudom, hogy az anyja hívta meg vacsorára, nem Katrina. Megmondom én ki ő. Egy nyambat kis mennyét, aki azt hiszi, hogy csak úgy megjelenthet és elrabolhatja a kedvesemet. És mit akarsz tenni?
Vasárnaponként mese után vendégeket fogadom. Miért nem jön el egy teára? Ugye nem ellenzed, anyám? Ó, dehogy is! Önt mindig szívesen látjuk, Mr. Crane. Részemről az öröm. Úgy tűnik, Brom újabb éjszakai portjára indul. Aj, mikor nő már föl az a fiú? Azt én nem érem meg. Ha megjegyezhetem, Miss Van Tassel, ön a kortársainál legalább 10 évvel bölcsebb és érettebb. Jó éjszakát, Mr. Crane. Nos, uram, a hírek Bromról és Katrináról úgy terjedtek álmosvölgyben, mint futótűz az avarban. Úgy tűnt, hogy 16-tól 60 évesig minden nősülni vágyó férfi szerencsét próbált nála. Milyen ostobák voltak? De milyen. Jó napot. Nem tudom. Finom. Milyen kellemes is. Kisasszony, egy nagyon szép zsár, olyan bájos. Gyönyörű. Miss Van Tassel. Örülök, hogy látom. Mr. Crane, örülök, hogy eljött. Ha megbocsátanak, én most sétálni megyek Mr. Crane-nel. Hát kérem, tesz. Maradjanak még teára. Mrs. Van Tassel, nincs ellenedre, hogy a lányod ezzel az emberrel sétál? Én azt mondom, a libák és a kacsák ostoba lények, vigyázni kell rájuk, de a te Katrinád tud vigyázni magára. El sem tudom képzelni. Biztosíthatom, hogy igaz, Miss Van Tassel. Az itteni és az európai kísérletek is igazolják. A világ forog, mint egy csiga, és minden nap felében átpörgünk, akár elfogadjuk, akár nem. Azt hittem, a világ olyan, mint egy labda. Különben hogy foroghatna ilyen simán? Egy labda, Miss Van Tassel? A gyermek csigája is forog, mégsem labda. Úgy érti, hogy a világ olyan, akár egy csiga? Hát, a tudósok véleménye megoszlik. Van, aki úgy vélekedik, mint én. Míg mások, akik nem tanulmányozták a témát ilyen mélyrehatóan, úgy gondolják, a világ egy kerék. De mindkét forma természeténél fogva pörög, míg a labdák inkább pattognak, természetüknél fogva. Pörgés, pattogás, egészen más. Fölébreszti a vágyamat, Mr. Crane. Valóban? Szomjazom a tudást. Hálás vagyok, hogy megosztja velem a tudományát. Oh. Miss Van Tassel, szólítson Ikebodnak. Vissza kell mennünk. Ó, igen, hogy ne. Ha a világ olyan, mint egy búgócsiga, és a hegyén pörög, akkor vajon mi nál? Tessék? Ó, semmi, butaságokat beszélek. Visszamegyünk a házhoz. Katrina! Katrina! Ha választhatna, hová utazzon a világban Ikebod? Hová menne? Sehová máshová, csak ide álmosvölgybe. Komolyan kérdeztem. Nem szeretne utazni? Nos, eddig mást se tettem, csak folyton utaztam. Egyik helyről a másikra. De nem szeretné látni a nagy amszterdami múzeumokat? Koncertekre járni? Én szeretném látni a hazámat. Ó, igen, szeretnék egy nagy utazást. Elmenni az egyiptomi piramisokhoz. Vagy látni a kínai nagy falat. A világ tele van csodákkal. Az olyan szokatlan, hogy fal van Kínában. Nos, gondolom, az lehet. Hölgyeim! Fussanak! Meneküljenek! Az ördög megszállta az iskola épületet! Mi a fel?
ne Rani! Mi történt? Te álljál a platformos! Az asszony azt mondja, hogy Mr. Cray látta is. Micsoda? Na majd adok én neki. Jól van. Megyek én elsőnek. Menjünk. Nézzük meg! Na majd én ellátom a baját. Csak dugják ki azt a vörös pofáját. Látsz valamit? Semmi. Ez az ördög néve. Arról ismerszik meg, hogy fenekestül felforgat mindent. El akar űzni álmos völgyből, de engem nem ijeszt meg. Együtt legyőzzük őt. Úgy látom, hogy az ördög manapság szöggel és kalapáccsal dolgozik. Aikebud, a helyemben mit tenne az életével? Én? Beutaznám a világot, természetesen. Igen, tudom, de lennének céljai, amik teljesítenék az életét? Célok? Ó, igen, persze. Célok, igen. Önnek vannak céljai. Nemes céljai. Valóban? Ön egy szép napon férjhez megy. Én is szeretnék nősülni, bár nem kis vállalkozás ez egy vidéki iskolamester számára. Szeretne vagyont? Nos, erre eddig nem is gondoltam. Mindig bíztam a jóisten végtelen irgalmában. Nem hiába. Bár időnként komolyan próbára tesz. Elutasítaná, ha hirtelen vagyonos emberré válna? Én... Szétosztaná a pénzét, kivéve ami a céljai eléréséhez kell. Szétosztani? Nem. Gondolja meg, Katrina. Ha egy komoly férfi elherdálja a vagyonát, azok a szegények is erénytelenekké válnak, akik azt elfogadják. Ennek csak rossz vége lehet. De nyilván nem rosszabbak csupán azért, mert szegények. Nehéz kérdés ez. Aikebud, minden rendben? Hello, Katrin. Mit keresel te itt? Új énekmestert hoztam neked. Ez még hangosabb, mint a régi. És az örökséged is megmarad. Ingyen énekel, vagy néhány csontért cserébe megtanítom neked. Menj innen, Brom, csak bolondot csinálsz magadból. Te már bolondot csináltál belőlem. Igaz, Katrina? Abraham van Brunt, mégis mit keresel te itt? Jó estét, Mrs. Van Tassel. Mr. Van Tassel. Remélem, nem zavartam meg önöket. De tudom, Katrina, mennyire rajong a hangos énekért. Nem esett semmi baj, Aikebud? Ó, nem, jól vagyok, jól. Én most inkább leülnék. Látja, mit tett Mr. Van Brunt? Ó, nem, biztosan nem akart sérülést okozni a csíntevéssel. Nem, ebben igaza van. Ez csak szerencsés fordulat volt. Gyere be, Brom. Nézzük meg, hát, ha van egy kis jutalom ennek a te kórista barátodnak. Azt hiszem, egy ital jól esik egy ilyen előadás után. Szerintem meg Mr. Van Brunt már így is épp eleget ivott. A kutyára gondoltam, drágám. Látom, földühítettem, Mrs. Van Tassel. Nagyon sajnálom. Gyere velem! Katrina, menj és hozd elő apád egyik köntösét. Jöjjön, és öltözön át oda bent Mr. Crane. Kiveszem a foltot a ruhájából, és ki is vasalom. Nem, erre igazán semmi szükség, Mrs. Van Tassel. Badarság, de hogy nincs. Nem fog vizes ruhában hazamenni. Ezzel nem sokat segítettél az ügyeden. Az én ügyem elveszett, uram. A lány még csak 18 éves. Nem ismeri önmagát. Csak azt hiszi, és haragszik rád. Légy türelmes, amíg felnő. Ne vegye tiszteletlenségnek. De tévedek, ha a saját utamat akarom járni. Nem csak úgy belépni ide, és learatni a hasznot, amit ön elért.
Katrina úgy érzi, nem fordíthat hátat nekem és az anyjának. Nem mehet veled Ohio-ba. Az életemnél is jobban szeretem. Ez a fickó nem szereti. Nem úgy, mint én. Menj haza, Brom. És ne keseregj ezen. Tiszta fejre lesz szükséged, hogy észrevedd a lehetőséget, ha eljön. Megteszed. Meg. Úgy látom, ha most egy idegen betoppanna, azt hinné, ön a gazda, és én vagyok a vendég. Ó, ezt kétlem, uram. Úgy vélem, mindenki látná azonnal, hogy ki itt a gazda. Mit gondol, Krén? Akar-e itt gazda lenni egy napon? Ó, Mr. Fantasszel, soha eszembe sem jutna efféle gondolat. Ne, várjon! Nagyra értékelem a nyílt beszédet, Krén. A lányom férjére vár, hogy a farmból eltartsa a lányomat és a leendő unokáimat. Mit gondol, el tudná vezetni ezt a farmot? A legjobb, ha őszinte leszek, Mr. Fantasszel. Nincs tapasztalatom e téren, de képezni szeretném magam, tanulmányozni a mezőgazdaságot és az állattenyésztést. Tehát kész lenne föladni a tanítóságát, és gazda lenne? Habozás nélkül. És mi lesz Katrina álmaival? A kultúrával, az utazással, a tanulással, stb. Maga is tapasztalt férfi, uram. Ezek egy fiatal és védett lány éretlen romantikus ábrándjai. Meggyőződésem, hogy amint megszülte első gyermekét, elfelejti majd ezeket az ostoba álmokat. Jó reggelt, Mr. Crane. A gazdám Vantasszel úr születi mulatságra invitálja önt ma estére. Reméli, hogy el tud jönni. Miss Katrina születi mulatságra hív engem? Én azt hiszem, ő is tud róla, uram. Ma este? Azt hiszem, ezt is említette, uram. Ott leszek. Mondja meg a kisasszonynak, ott leszek. Az úr örömmel hallja majd, uram. Jó napot. Osztály, vége a tanításnak. És holnap se gyertek, szünnap lesz. Hát, megcsináltad? Krén uraság! Te ördögfajzat! Egyetlen oka lehet a születi mulatságnak. A kisasszony nem akar tovább várni. És a szülei sem.
leszel a gazda. A Fantasszel farm ura. Nem. Idővel már... Crane farm lesz. Nem. Nem. Crane birtok. Mrs. Van Ripper! Mrs. Van Ripper! Mrs. Van Ripper! Mr. Crane, mi a csoda történt? Mrs. Van Ripper, megszálltak az ördög manói. Tönkretették az egyetlen rendruhámat, és sáskahadat küldtek rám. Segítenie kell! Nyugodjon meg! Üljön le itt, és nyugodtan várakozzon. A férjem esküvői öltönye. Akkoriban soványabb volt, de attól tartok, nem volt magasabb. Ez minden, amit tehetek. Az ég ágya, Mrs. Van Ripper. Az ég ágya, Mrs. Van Ripper. Mr. Van Ripper, remélem nem bánja, hogy kölcsön vettem az esküvői öltönyét. Tőlem akár meg is tarthatja. Úgy se akarok nősülni többet egy hamar. Oh. Ez talán jó ómen is lehet. Ha reményeim a valóra válnak, talán újra elkérem az öltönyt abból a célból, amire készült. Kérhetnék még egy szívességet, kedves gondnok úr? Nem adok kölcsön. Nem pénzt, uram. Nem. Csak a lovát kérem ma estére. A lovat? Nos, megfelelően kell megjelennem. Én vagyok a díszvendég. Lám, díszvendég. Gyorsan halad a ranglétrán, nem, de Mr. Crane? Mit mond Mr. Van Ripper? Kölcsön adja a lovát? Hát... megkaphatja az ekéző lovat, puskaport. Az ekehúzásból már kiöregedett ugyan, de olyan tüzes akár az ördög. Köszönöm, uram. Mr. Van Ripper, sosem felejtem el a jóságát. A jövőben meglátja majd, hogy Ichabod Crane tudja, kik a barátai. Puskapor! Gyere vissza! Most rögtön!
Azonnal gyere vissza! Puskafor volt a leghíresebb ekehúzó igásló álmosvölgyben. Bocsássák meg az értetlenségemet, de mitől lesz híres egy igásló? Nem volt irányérzéke. Amikor Puskafor szántott be egy földet, az olyan volt, akár az ökörhuggyozása. A kivéhet igásló nem csak ostoba volt, de makacs is. Pont, mint a gazdája! Puskafor és Eichemann, ezt a látványt nem lehet egy hamar elfelejteni! Bocsássanak meg, hölgyeim. Eichemann. Nem kellett volna kiöltöznie, ez csak egy szüreti mulatság. Sajnálom, hogy késtem, Katrina. Volt egy kis gond a lovammal. Nagyon makacs egy állat. Eltartott egy ideig, amíg rávettem, hogy engedelmeskedjen. Remélem, nem aggódott miattam. Bocsásson meg egy percre. Lemaradtunk valamiről? Na, tessék, ez kitart majd egy darabig. Oh, ön túl nagy lelkű, Mr. Fantasszel. És így van egy korsó jó sör. Nem szeretném, ha szomjazna ezen a fontos estén. Jó szórakozást! Igen, valóban. És a lovagok hol van? Nem táncol vele? Pedig biztos jól járja. Majd jó. Szabad?
Ikebot, kezdődik a mese. Nem akar lemaradni róla. Tessék, jó, igen, de... Katrina miatt ne aggódj. Fiatal még az este. Katrina. Brom. Mi folyik itt, Katrina? Bűbájjal varázsolt el az a Yankee iskola mester. Úgy viselkedsz, mintha szerelmes lennél belé. Mit érdekel az téged? Katrina. Szeretlek. Ismerlek. Soha nem lennél boldog azzal a szöcskével. Még egy lehetőséget kérek. Ikebod nem utasítja vissza az álmaimat, ahogyan te. Katrina, drága egyetlenem. Bár nem az ő hibája, az Mr. Van Bruntja csak egy tanulatlan kovács. Ha ön szépséges, Katrina, nekem nyújtaná kezét házasságban, én örömmel vállalnám a szegény tudatlan tanítását. Mit mond szépséges Katrina? Bemegyek a házba. Te is jössz. Menj előre. Utánat megyek. Térdre esett, és a puszta kezével őrjöngve ásni kezdett a síron. Ujjai tépték a fák gyökereit, melyek a koporsót körülfonták. A szemei égtek, elvakította a sír felszálló pora. És hirtelen egy női kéz lehúzta őt a fekete sírgödörbe. Míg a halál el nem választ. Jó, anyukom. Meséld el vendégünknek a fej nélküli lovas történetét. Senki sem meséli nála jobban. Attól tartok, hogy Mr. Crane-t nehéz lenyűgözni. Már elmeséltem neki a történetet, de így is elindult az álmosvölgyi úton a bűbáj órájában. Pedig tartóztattam. Nem igaz, Mr. Crane? Így volt. Lenyűgözte volna, ha találkozik a lovassal. Éppenséggel találkoztam vele, uram. Viszont nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a fej nélküli lovas volt az, és nem a sátán egyik katonája. Nem láttam a fejét vagy annak hiányát, tehát... De biztosíthatom önöket róla, hogy más szellemekkel együtt érkezett. Mi történt, Mr. Crane? Mesélj el! Mondja már! Mesélj el! Nos, hazafelé tartottam Van Ripperékhez. Azon a héten ott szállásoltak el. A kísértetek ekkor szemeltek ki engem. Ha félelmet mutatok, bizonyára célt értek volna, de kitartottam. És amikor lerohantam őket, eltűntek a ködben. Ó, ez rettenetes. A semmiben. Eltűntek, ugye? Eltűntek. Alig tudom elhinni. Kétlem, hogy a lovas látta volna. Senki sem élte még túl a vele való találkozást. Nos, Mr. Van Brunt, az ön fej nélküli lovasa azoktól retteg, akik nem félnek tőle. Ez a magyarázata annak, hogy több szellem kíséretében érkezett, mert tudta jól, hogy egyedül semmi esélye sem lenne velem szemben. Bátor szavak ezek egy istenfélő ember házában. Van fény, jó étel és viszki lélek erősítőnek. De a vér megfagyott volna az ereiben, mint ahogy velem is ez történt, amikor a sötét úton találkoztam az igazi fej nélküli lovassal. Az igazi van. És látta a fej nélküli lovast? Láttam. Sőt. Ó, Istenem! Meséld el! Igen, meséld el! Meséld el! Meséld el, kérlek! Meséld el! Névnapi mulatságról tértem haza Sing Singben lakó nagybátyámtól. Bár éjfél már jóval elmúlt, az álmosvölgyi úton jöttünk, hogy ne lovagoljunk egy órával többet. Van, aki ostobának tart, hiszen tudjuk, hogy a lovas mit tett Brumverrel. De én soha nem beszéltem tiszteletlenül a lovasról. A lovammal pedig magunk mögött hagytunk bárkit és bármilyen szellemet.
vagyis így hittem. Ekkor történt, mikor André őrnagy fája mellé értünk, hogy a lovam hirtelen megriadt, és olyan magasra ágaskodott, hogy szinte levetett. Uram, segíts! Jézusom! Ott volt előttem. A vöröslő holt fényében ő maga. A fej nélküli lovas az út közepén. Újra is, te jó ég! És nem moccant. Szelíd ügetésre biztattam a lovamat feléje. Azt hittem, elhaladhatok mellette, és menthetem az életemet. Tudtam, hogy képesek vagyunk rá. De amint melléje értünk, a lovas kirántotta kardját a hüvelyéből, és felém suhintott, hogy levágja a fejem. Oh, ne! Ha nem hajoltam volna le, bizony lenyakazott volna azzal az éres karddal. Nos, uraim, a lovam úgy futott, ahogy addig még soha. De a fej nélküli lova az én lovam fara mögött loholt, a kard pedig csak suhintott és villogott a sötétben. Egy centire haladt el a nyakamtól. Mindketten tudtuk, mivel állunk szemben. Menekültünk, de nem bírtuk lerázni üldözőnket. Úgy ösztökéltem a lovat, ahogy addig soha még. Az állat tudta, mit akarok. Át kellett haladnunk a keskeny deszka hídon, átvágni a temetőn, a zsoldos kapitány sírja mellett. De amint leértünk a patakpartra, különös, fekete ködült ránk. Olyan sűrű volt, hogy a kezemet se láttam magam előtt. És hirtelen ott termett előttem, a patak túlsó partján. Átügettem rajta. Ekkor már tudtam, vége. Azt tesz velem, amit csak akar. Lehúnytam a szememet, és vártam a csapást. És? És? Nem sújtott le. Kinyitottam a szemem, hogy lássam, miért késlekedik. De eltette a kardját. És ha lett volna feje, szerintem mosolygott volna. A lovas visszafordult, és elindult a temető felé. Mintha csak a föld nyelte volna el. És nem maradt utána semmi. De én csak egy tanulatlan kovács vagyok. Nincs olyan műveltségem, amilyennel Mr. Crane büszkélkedhet. Remélem, a történettől nem fél éjjel végig menni az álmos földi úton. Igaz, Mr. Crane? Valóban, bár a története igazán hátborzongató, Mr. Van Brunt. Bízom erőmben és az úr segítségében. Oh, mit bátor? Isten félő, igen. Még mindig itt Ikebot? Hát... Már is útnak indulok, Baltus. Csak azt reméltem, beszélhetek négy szem közt Miss Katrinával. Nos, akkor jó itt Ikebot. Ég önnel. Hát itt van Katrina. Ikebod. Azt hittem, már rég elindult. Valamit. Szerettem volna megkérdezni öntől, amint kettesben leszünk. Azt hiszem, ez a pillanat... megfelelő. Én kedves Katrinám... Úgy hiszem, tudja, mit szeretnék mondani. Úgy hiszem, tudja, mit érzek ön iránt. Azt hiszem, tudom, igen. Édesem, kész vagyok feladni a szemnek láthatatlan világ életre szóló tanulmányozását. Mindezt önért. Csak annyit kérek, szinte semmit, hogy nyújtsa nekem szépséges kezét, hadd lehessek. Férje, védelmezője, segítőtársa és mentora és vezetője és tanára. Nem én érdeklem önt.
Kétlem, hogy bárki is érdekelné önmagán kívül. Mit mondott, kedves Katrinám? Magát kizárólag apám birtoka és vagyona érdekli. Mi? Ki tömte tele a fejét ilyen gondolatokkal? Brom hangolta önt ellenem? Lehet, hogy Brom tanulatlan, de ő őszintén szeret. És csak engem akar. Egyedül engem. Katrina, ön igazságtalanul vádol. Esküszöm mindenre, ami szent, hogy... Vigyázzon, Mr. Crane! A hamis esküvést az úr örök kárhozattal bünteti. Katrina, hogy gondolhatja, hogy képes lennék ilyesmire? Maga is, tapasztalt férfi uram. Ezek csak egy fiatal és védtelen lány éretlen, romantikus ábrándjai. De meggyőződésem, hogy amint megszülte első gyermekét, elfelejti majd ezeket az ostoba álmokat. Maga képmutató, Mr. Crane. És most azt javaslom, menjen útjára. Jó ét. És kérem, ne keressen többé. A bolondját járatja velünk. Igen, ez az!
Ez a te fejed? Biztosan az. Csupa mocsok. Azt hiszed, nem tudtam, hogy te vagy. Ha? Olyan ostoba babonásnak tartasz, hogy elhiszem? Nos, ha igaz, amit látunk, a fej nélküli lovas megölte őt. Ó, Istenem! Fel nem tudom fogni, miért kellett ilyen szörnyű véget érnie szegény Mr. Crane-nek. Gondolom azért, mert Yankee volt. Nem marad más hátra, mint hogy rendesen elintézzük az ügyeit. Amennyire tudjuk, aglegény volt. Tartozott-e valakinek az elhunyt iskolamester? Nekem sem. Nos, akkor azt mondom, égessük el minden holmiát. Gondolom, nem szeretnénk, ha fölkelne a sírból és a pipáját keresni. Soha senki sem hallott többé a szerencsétlen Mr. Crane-ről. Hogy hallottak volna, ha a fej nélküli lovas lekaszabolta őt, és egy hajszál sem maradt utána? Mi lett Brommal és Katrinával? Nem sokkal ezután egybe keltek. A legfényesebb esküvő volt, amit Álmosföldben valaha láttak. Ott voltam, és táncoltam az arával. Ami a nászutat illeti, Brom Bones elvitte feleségét Amsterdamba, és az egész telet ott töltötték. A birtok ma már a Van Braun nevet viseli, és nagyobb, mint valaha, és felosztották az összes unokájuk között. Na, mit szól hozzá, Vándor uram? Megérte lejegyezni a történetet? Ó, igen. Bár még van egy-két homályos pont. Ami azt illeti, a mese felét én magam sem hiszem el. De nem mondom meg, melyik felé. Nos, akkor azt javaslom, ígyunk a szegény szerencsétlen Mr. Crane emlékére. Mr. Crane! Mr. Crane! Ó, ez Jacobs megboldogult felesége a gyermekével a karjában. Nézd meg. Ez is egy történet. De remélem nem túl hosszú. Nos, úgy tartják, hogy belehalt a szülésbe. Ez még az öreg Hudson idején történt. Úgy van. Elsőként temették el meg nem született gyermekével. Ott, ahol majd temető lett. Micsoda tömeg volt a temetésén. Az öreg Henry Hudson megpróbált odalépni a sírhoz, de csúnyán megcsúszott. Az emberek egymás lábát taposták. Magyar hangok. Izsóf Vilmos, Kun Vilmos, Úri István, Szokolai Ottó, Láng Balázs, Réti Szilvia, Tarján Péter, Dányi Krisztián, Killényi Márk, Faragó András, Olá Orsolya, Csuha Lajos, Jantyik Csaba, Németi Mari, Barbinek Péter, Zsigmond Tamara. Dramaturg M. Orbán Enikő és Nikodém Zsigmond. Vágó Gáspár Tamara. Gyártásvezető Völgyi Judit. Hangmérnök Pap Zoltán. Rendező Völgyi László. A szinkron a Seven Stars Hungary megbízásából a Central European Studio digitális műtermében készült.